megsékeli, megkeveri a kocsit. Itt jött a kocsit. Everything that you dream, everything that you need is in the air that you breathe, is in the mind that you feed, is in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. Ma Ügyiba megyünk, ahol a Biodein nevű templomban, és sajnos nagy barát az idő, hogy azért is eljön csodálatosan a hajam ma, mert megvadul a frufru, de természetesen nagyon várom, mert egy nagyon szép és nagyon híres templom, úgyhogy a rasszfajos ellenére is nagyon király lesz. Megérkeztünk a Biodeinbe. Ő itt a Biodein, és látjátok, vannak benne most is turisták, mi is bementünk, de sajnos benne nem lehetett videózni, úgyhogy így onnan nincsen felvételeim. A magyarázat szerint 966 évvel ezelőtt épült ez a templom, azóta már persze renoválták. És az érdekessége ennek a templomnak, hogy a japán 10 jenesen ez a templom található. Miután megnéztük a templomot, most eljöttünk enni egyet, és mivel Ügyiben vagyunk, ahol híres a zöldtea, nagyon sok zöldteás ételt lehet enni, többek között zöldteás gyózát is, úgyhogy ezt most meg fogjuk kóstolni, hogy milyen. Sőt, zöldteás rámen is van. Milyen? Nyilatkozz! Meg kell kóstolnom. Kóstold meg, és mondd el milyen. Nem érzek hirtelen különbséget. Én megkóstolok egy gyózát. Na nézzük, milyen. Tudjuk ez a kettő. Nagyon finom, de nagy különbséget ezen sem érzek. Amúgy nagyon finom. Matcha-por. Arigato gozaimasu! Matcsás fagyi, ez pedig hojicsás, ami pörkölt teás fagyi. De jól néz ki. Ja,
tenni. Megjöttünk egy tradicionális japán étterembe, és... Ú, de jól néz ki. Mindenféle finomságot kaptunk. Itt a desszert. Fú, de szépen belenyúltam ebbe a felvételbe. Szóval itt a desszert. Meg garnéla, rák, és... hát a többit nem tudom. Rizs? Ó, tényleg. Ott a levélben a rizs. Nem is láttam. Mindennyian kap origami papír derült a poharunk alatt. Olyan szépek. Mindegyik másmilyen. Megérkezett a második fogás, ez sashimi lesz. Nagyon-nagyon finom burgonyaleves. Mindenféle zöldség van benne. És megérkezett a következő fogás. Wow. Ez nagyon jól néz ki. A tégy és a felette lévő. Ebben mi ez a fehér? Mi van? Ez a... Szójatej. Tényleg. Be szójatej van, amit megmelegszik, és az itt kapott halat kell majd belerakni, és úgy megenni. Nagyon teli vagyunk, de még jön pár fogás, úgyhogy kicsit eljöttünk sétálni, és megnézzük a helyet. Húp! Hóruk! Yes! Yes! Milyen gyönyörű kert van kint. Gésának tanuló fiatal lányok, még nem gések, de azok lesznek. Hop, 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 hop! Vigyázz! Az utolsó fogás a sushi miso levessel. Először megkóstoljuk az angolnásat. Ami a panel az unagi. Unagi. Hoppa! Nem sikerült. Akkor nem veszük fel. Ez pedig szójatej zselé narancssal. Ilyen nagyon puha. Az étteremben most kicsit eljöttünk sétálni. És nézzétek milyen gyönyörű. Darús kimono van kirakva. Mellette pedig egy szamuráj. Ez vagy fiú? Hú, milyen bajszia van neki. Nagyon szép. Kijöttünk az étterem kertjébe, és gyönyörű. Csak leesek a lépcsőm. Annyira most nem esik az eső. Úgyhogy pont jó, gyönyörű. Van ilyen kis helyes papucsunk is, amivel tudunk kint sétálni, mert ugye végig mezítláb kellett bent lenni, hiszen ez egy tatamis szoba volt, amiben ettünk. Megint le fogok esni. Oh! Wow, a kertben van egy kis patak,
kocska is, amin át kell menni a hídon. Látom, te átgázoltál a patakon, mint egy Amazon. Itt van egy gyönyörű vízesés is. Nem tudom, a felvételen látom, annyira látszódik, de ott csobog a víz. Mintha egy repülőn utaznál, és nagyon lazán is suhan, egyáltalán nem ráz, és közben végig amúgy gyönyörű a táj. Most épp jó autókat látunk, de többnyire gyönyörű hegyeket lehet látni. Kyotóból Tokióig nagyon gyorsan megérkezünk, körülbelül másfél-két óra alatt leszünk ott. Jön itt a büfés boszorkány is, úgyhogy lehet tőle vásárolni mindenféle nasit, vagy üdítőt az útra. És nem is olyan horribilis áron, mint mondjuk ugye a repülőn szokták árulni ezeket a dolgokat. Na, a trükk. Nem fog megállni. Itt fog megállni, itt fent. Vagy nem. Na, még csalni se tudunk tisztességgel. Az semmik. Ó, oda néz. Hát ezt feladtuk. A pénzérmés trükköt nekünk nem sikerült végrehajtani, de a pendrive az már megállt, és nézzük az üveg. Na, az üveget az sikerült. 250 km per óránál, annyira nem rossz. Most kellene látnunk a Fuji-t, de sajnos olyan... Hopsz! Hát most pont nem. De, hogy amúgy, ugye akkor a köd meg a pára, hogy nem látjuk sajnos az esőben a Fuji-t, pedig itt kellene. Sajnos erről most lemaradtunk. Na most értem haza, ugye visszafelé már Shinkansennel jöttünk, úgyhogy hip-hop hazajöttünk Kyotóból. Nagyon-nagyon élveztem ezt az utazást, rengeteg szép helyet láttam, rengeteg finom ételt meg tudtam kóstolni, úgyhogy nagyon örülök, hogy el tudtam menni. Viszont ugye hát most már véget ért, holnaptól újból kezdődik a munka, de előtte még elmegyek máste egy barátomnak megünnepelni a születésnapját, úgyhogy nincs is sok időm itthon, már beraktam a mosást, még kezdeni kell ma valamit magammal, mert
még nem vagyok teljesen szalonképes állapotban, úgyhogy ezzel most le is zárom ezt a vlogot. Remélem tetszettek nektek ezek a videók az utazásokról, és ha így van, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és nyomjátok meg lent a kis csengőskét is, hogy kapjatok értesítést, hogyha új videó kerül fel. És nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!